Sziasztok srácok, én Martin vagyok, ebben a videóban ismét nyitni fogunk pár pekket. Összejött megint pár pont, a nagyakkuntól még több van egyébként. Top tokenbe is fogunk nyitni párat. Itt kisakkuntól most nem fog kijönni a garantált, de nagyakkunton ott ki fog jönni. És hát igazából összejött mennyi összejött, hát ha nyitunk valamit, igaz, hogy már még annyira sincsen értékük a játékosoknak, de azért meg kell próbálni, úgyhogy szerintem akkor nyissuk is az első packet, van 14 pontunk, az minimum 7 nyitás, és egyébként a prospect pont az nem is rossz. Azt adom egyébként, úgyhogy még több ilyet jó lenne, hogyha adom, de inkább nagy a kunton kéne a prospect pont. Ó, még egyszer 50 prospect pont, és még egy special slice is. Eddig már most plusz 100 pontot kaptunk. Na jó, nem á, mi a szar? Még 50 pont. Hát így meg lesz gyorsan a 106-os, hogyha így adja a pontokat. Ez most coin. Nagyakkunton kéne ez az 50 prospect pont is sorba, mert ott kéne leginkább, hogy minél előbb meglegyen a 106-os. XP az kisakkunton jó, bár azt még nagyon is elfogadnám, és kaptunk egy 94-es Galenót, aki valószínűleg maximum 400 ezer coint ér, viszont itt kisakkunton akár még használható is lehet az ilyen eventes meccsekre, gyors is, jól cselez, úgyhogy annyira nem vészes. Következő pack skill boostokat adott, viszont visszajött egy slice is, úgyhogy van még kettő nyitásunk. Talán az utolsó előtti nyitás megint skill boostot ad, és visszatott kettő darab special slice-t is, úgyhogy ugyanott vagyunk, mint a skill boostok elején. Nézzük akkor megint skill boost, és visszatott megint egy darab slice-t. Egészen jól adja most ezeket. Utolsó pack talán, igen, utolsó pack 50 ezer training XP-t adott, illetve hülye vagyok, nem 50 ezer, hanem 250 ezer. És akkor menjünk a top token boxra. Itt van 5 darab nyitásunk. Nézzük az elsőt. Első nyitás az biztos, hogy nem coint fog adni, hanem... Oppá, tette! Kaptunk egy játékost, ami olyan szempontból jó, hogy a garantált az már minimum egy 97-es, vagy még esetleg az okereke az még ott van. Jó lenne őt is kinyitni, és akkor a garantált az már biztos, hogy 97 plusz lenne. Top Token Milestone 2 kijött. Oké, ezek skill boostok, hát az annyira nem fontos. Ja, Mayer, igen, a 100-as Mayer. Ő éppen most kijött, úgyhogy... Hát akkor ezt is kinyitottuk, hurrá! Igaz, hogy értéke mint egy 90-esnek, de se baj. Következő pak... 1 millió coin! Mi az Isten? Beadta a maximum coint. Na, ilyen se volt még. Utolsó előtti pak, nézzük, mit ad. Oké, okay, 500 ezer XP, az jó. És az utolsó, hát ez coin lesz. 300 ezer coin, jól van. Hát igazából annyira nem volt vészes. És akkor mielőtt még mennénk nagyakkuntra, van még a Milestone-ban egy nyitásunk, ami egy 90 pluszos Prospect Event Player lesz. Hát nézzük meg, hogy kit ad szerintem. Ne húzzuk tovább a szót. 3, 2, 1, nyissuk. És... Ébrehem, Temi Ébrehem, 97-es Temi Ébrehem. Hoppá, nem is rossz. Nem is rossz. Nézzük, mennyit ér. 1 milliót azért csak ér, nem? Temi Ébrehem. Ajjaj, hogy ne érne, hogy ne érne. Mayer az be se adja az autoprice, beszarsz neki, mi a szar, be se adja az autoprice, ne bassz fő, azt szarohat. Na mindegy, ez az Ibrahim, ez jó nyitás volt. Na, menjünk át nagyakkuntra. Na itt vagyunk srácok nagyakkunton, van bőven nyitás, 18 pontunk van, hát az minimum 9 darab nyitás, de amilyen jól adja a special slice-okat, szerintem lesz még több is. És hogy őszinte legyek, itt tényleg a prospect pontok azok, amik inkább kellenének. A top token is jöhet esetleg, illetve Rubén neves meg a Demiral féle nyitások. Ezek azok, amiket úgymond adnék.
Ugye nézzük is az első darab nyitást. És adott is egyből 50 darab prospect pontot, és egy slice-t is visszaadott. Úgyhogy a következő nyitást nézhetjük is, ami nem lesz más, mint még 50 prospect pont, és még egy special slice. Tehát már is van plusz egy nyitásunk, és már is 100 ponttal gazdagodtunk. Jöjjön a következő nyitás, ami sajnos skill boostok lesznek, na ez az egy, amit egyáltalán nem kéne nekem. Sajnos skill boostokat adott. XP, az azt mondom még, hogy oké, okay, az még kell nekem. Következő nyitás, prospect pont 50 darab kitűnő. Van még minimum 5 darab nyitásunk. Abból nem ártana még pár pont, mint például most is adott 50-et. Következő nyitás, nézzük, XP. Hát most nem nagyon adja a bónusz special slice-okat, amit nem is értek, hogy most miért nem adja. Jó, hát XP, oké, de adjon már bónusz pontot. Na, erről van szó, még 2 special slice. Ez még egy plusz nyitást jelent. Következő pak, jaj, nem áll, skill boostok. Hát lehet, hogy utolsó, lehet, hogy utolsó előtti pak, nézzük. Oké, okay, adott top tokent, 100 darabot, így már van 8 nyitásunk belőle, és visszadott egy slice-t is, úgyhogy van még egy nyitásunk, ami pedig nem mást tartalmaz, mint... Őristen, skill boostokat. Hát jól van ez már, srácok. Skill boost. Valakinek kell biztos, de nekem nem. Úgyhogy akkor menjünk át a top token box fülre, és ezt a 8 nyitást ezt most kinyitjuk. Az 5-nél lesz egy garantált játékosunk is. Úgyhogy nézzük az első pakkot. Oppá, Ensokit beadta. Ez nagyon jó, srácok. Beadta Ensokit. Úgyhogy a garantált játékos az valószínűleg jelen állás szerint tetét fogja adni. De hogyha nem, akkor minimum egy 95-ös Leo. Jó lenne ezt a tetét is most kinyitni az elkövetkezendő 3 nyitásból. Meglátjuk. Hát ez nem az lesz, ez coin lesz. Méghozzá 750 ezer coin. Az mondjuk nem rossz. Az jó. Az teljes mértékben jó. Következő nyitás. Na ez nem coin lesz. Valószínűleg skill boost. Igen. Jól sejtettem. Jaj, de nem kéne a skill boost. Garantált előtti utolsó nyitás. Nézzük, mit ad. Az biztos, hogy nem coin lesz, hanem... ezt a rohadt életbe skill boostok. Na jól van. Hát akkor nézzük a garantált nyitást. Hát remélem, hogy nem a tete gyerek lesz. Bár az én szerencsémet ismerve szinte fixen ő lesz. Na nézzük. 3, 2, 1, nézzük. És Daniel James, 97-es Daniel James. Na, végre nem a legstrabot kaptuk a garantáltból. Na, hát jól van. 97-es Tammy Abrahamből kiindulva talán ez is ér 1 milliót. Meglátjuk. Minden esetre egy jó nyitásnak számít ez már szerintem. 300 ezer coin. 2 nyitásunk van még itt a top token boxba. Ez is coin lesz. Méghozzá 750 ezer, nagyon jó, ez nagyon jó. És az utolsó nyitás pedig még több coint ad. Méghozzá még 750 ezer coin, és kijött a 100 darab rare shard. Úgyhogy ez is jó egyébként, mert abból már nem volt sok nekem, konkrétan 25. Most már van 125. És itt is van még a milestone-ba egy nyitásunk. Egy garantált 90 pluszos játékos. Nézzük. Nézzük, ki rejtőzik a pegben. Hát ez SBC player. Rafael Euclides Suarez Camacho. Hát ennek nem örülök. Hát ez konkrétan a legszarabb, amit lehet nyitni. De hát nyilván a szerencsénket elvitte már a top boxos Daniel James, akit meg is nézünk, hogy mennyibe megy. Én azért bízom benne, hogy 1 milliót ér. Hát, igen, igen.
talán suggested price-ba 655 000, nem ér 1 milliót, olyan 859 az körül lehet. Na mindegy. Lényeg, hogy egy 97-es nyitás. Úgyhogy srácok, hát minden esetre az előző pack opening-es videónél garantáltan jobb ez a videó. Ez a pack opening, nagyobb playereket nyitottunk, többet, sok coint, nagyon sok prospect pontot, úgyhogy szerintem ez egy sikeres videó lett. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett nektek is, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!